Köszöntöm a péntektől péntekig nézőit, és köszöntöm állandó házigazdánkat, dr. Puskás Tivadar polgármester urat. Üdvözlöm a nézőket. Polgármester úr, az elmúlt héten nem találkozhattak önnel a nézők, és ennek ugye az az oka, hogy szabadságon volt, amit azt gondolom, hogy remek körben, remek hangulatban töltött. Így volt? Csütörtöktől a Mátrában voltunk az unokáinkkal, nagyszerű időt töltöttünk. Természetesen jött a Mikulás, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat. Virgács nem volt, bár nekem beajánlották, de végül nem kaptam én sem. Nem csak a Mikulás volt, hanem ugye itt Szombathelyen is felgyulladtak a fények, az első fény, és azóta már a második is az adventi gyertyán, az adventi koszorún. Szombathelyen 1993 óta tartanak adventi vásárt, és 2006 óta pedig itt Szombathelyen az adventi vásár helyszínén egy óriás adventi koszorút készítenek, Ávár Tibor a készítője a nagy gyertyáknak, és ezek a gyertyák gyulladnak meg. Ilyenkor az első gyertya az két héttel ezelőtt Szombaton gyulladt ki. Nekem volt szerencsém megjutni. Ebben a szép ünnepi időszakban ünnepli 55. születésnapját az Erkel kórus is. A történetéről annyit, hogy azért alakították meg 1959-ben, Schmidt Mihály volt akkor a karnagy, hogy emlékezzenek arra a kis ünnepségükkel, hogy 50 esztendős a Csikor Elemér által 1909-ben Szombathelyen alapított zeneiskola. Tehát a zeneiskola akkor 105 esztendős ezek szerint, a 105 esztendővel ezelőtt alakult zeneiskola ünnepségére, illetve megünneplésére 55. évfordulójára 55 évvel ezelőtt megalapították a zenekart, akkor ez leány kórus volt, hamarosan aztán vegyes kar lett belőle. Még érdekességként érdemes elmondani azt talán, hogy a Varázsfuvola előadásoknak már az elején állandó szereplője volt a kórus, úgyhogy az első Varázsfuvola előadáson is már ott voltak egy nagyon nívós, nagyon-nagyon magas színvonalú zenét, muzsikálást adnak elő ők. Az énekhang a legszebb hangszerek egyike. Az adventi időszak az adományozás, az adakozás ideje is, és ezt így érezhette, én azt gondolom, a kórház gyermekosztálya is, hiszen nagyértékű ajándékot kaptak, egy orvosi műszert. Megnevezzük az orvosi műszert, ez egy 5 millió forint értékű videóelektroenkefalográf, ami a gyermekeknek, illetve a kisgyerekeknek az ideggyógyászati vizsgálatához szükséges műszer. Amúgy az Aranyág Alapítvány fizette a felét, meg felét hát a kórház, úgyhogy ennek az átadásán voltam jelen, és találkoztam ismételten Békefi professzor úrral, aki annak idején gyermekgyógyász gyakorlatvezetőn volt. Erre az időszakra esik egyébként az egészségügyhöz tartozóan még egy másik, ugyancsak szép évforduló is, hiszen az orvosi kamara is ekkor ünnepelt. Vas megyei orvosi kamara rendezte azt az ünnepséget, amely során a 25 évvel ezelőtt megalakult egyesületi és 20 évvel ezelőtt megalakult köztestületi orvosi kamarára emlékeztünk, illetve annak a megalapítására emlékeztünk. Hát alapító tagok voltunk ott jó néhányan. Ez már nem az orvostársadalomnak a fiatalabb rétege, úgyhogy nagy részük már nyugdíjban élő kollega. Ők azok, akik annak idején az orvosi kamara megalakításában részt vettek, a köztestületi kamara megalakításában részt vettek, hősi időkre emlékeztünk. Azt gondolom, hogy nagyon sokan szurkolnak most ebben a pillanatban is azokért a diákokért, azokért a diák sportolókért, akiket ugye az elmúlt héten integettek el a résztvevők, mert hogy Ausztráliában egy világversenyre indultak el. A 48. nemzetközi diákjátékokra indultak valóban városunk sportolói, 17 tagú volt a küldöttség.
amúgy Ausztráliában tartották a versenyeket, most már a vége fele ér, és az onnan érkezett hírek szerint csodálatosan jó szerepeltek a mi versenyzőink, úgyhogy lassacskán indulnak hazafelé, pénteken délután várható, hogy talán ismételten ott, ahol elbúcsúztattuk őket, hogy fogadhatjuk a küldöttség sikerrel járt tagjait. Egy különleges rendezvény, szinte az egész hetet felölelte, és ezen a rendezvényen a látók és a nem látók közötti kapcsolatot, a jobb megismerést próbálták segíteni a programok. December 3-a a fogyatékkal élőknek a világnapja. Ehhez a naphoz kapcsolódóan egy alapjával véve egy egyhetes rendezvény keretében egy kiállítást rendeztünk. A kiállítás a nem látókról szólt, a nem látóknak, és ezen rendezvény keretében azt ismertük meg, vagy ismerhettük meg, hogy milyen nehézségeket okoz anélkül élni, hogy az ember látna, és azt is megismerhettük, hogy milyen értékeket hordoznak azok az embertársaink, akik ilyen hiányosságokkal élnek. Erre a hétre esett még egy, azt gondolom, szívének kedves találkozó is, amikor a városházi nyugdíjasokkal találkozott. 13. alkalommal került megrendezésre ez a valóban kedves találkozó. Ha összeszámítjuk, hogy összességében a városháza dolgozói közül pillanatnyilag 151 nyugdíjas van, és a 151 nyugdíjas közül 90 részt vett ezen a nyugdíjas találkozón, akkor azt hiszem, hogy büszkék lehetünk, és elmondhatjuk, hogy ez egy olyan közösség, ami összetartó. Ezt mutatja az is, hogy például havonta találkoznak, tehát havonta van nyugdíjas találkozó, nyugdíjas klub, és hát itt megbeszélik az éppen aktuális dolgaikat. Ennek a hétnek a kapcsán én azt gondolom mindenképp meg kellene még említenünk, hogy a szombathelyi holokauszt emlékév véget ért egy kiállítással fejeződött be. A holokauszt 70. évfordulójára emlékeztünk az idei esztendőben. Összességében 5 rendezvény tartottunk itt Szombathelyen, és ezt a rendezvény sort zárta le a mostani kiállítás. A mostani kiállítás Szép tépett esztendők címet viselte, és a fővárosi levéltárnak az anyagából állították össze ezt a kiállítást. Ezen a héten nyilván, ahogy mindig is szokás, a város aktuális ügyeivel foglalkoznak. Például kedden állampolgársági eskü is volt itt a városházán. Sok minden történik ilyenkor, ugye. A város ügyei azok szépen folyamatosan mennek előre. Azt tudjuk, hogy a decemberi közgyűlés most lesz, az anyagok már elkészültek korábban, de hát nyilván a közgyűlés lebonyolításának körülményeit, a közgyűlés lebonyolításának előkészítését is meg kellett tárgyalni, meg hát sok minden előkerült. Például előkerült az is, hogy kedden állampolgársági eskü lesz. Az állampolgársági eskü itt Szombathelyen azt jelenti, hogy ebben az időszakban, tehát 2010 óta összesen 188-an vették át itt a magyar állampolgárságukat Szombathelyen. Szombathelyen már eddig is óriási sikert aratott az Aktív Időskor Szombathelyen címet viselő program. Ennek most a záró rendezvényén vettek részt szerdán. A záró rendezvény, ami természetesen ismétlődik, mert ugye megfelelő befogadási képességgel rendelkezik a záró esemény színhelye is, ez a Vörös Sándor Színház, ahol 3 előadást tartanak záró rendezvényként. Ez az egyik színdarab, amit megnéznek az aktív időskorúak, az aktív 60 év fölöttiek.
Azt hiszem, hogy az egyik legsikeresebb nyugdíjasokat, illetve 60 év felettieket megmozgató rendezvény ez a városban. Összességében ebben az esztendőben 9 különböző programot szerveztünk, és a 9 programon 3500 ember vett részt. A mostani időpont megint egy picit rendhagyó, amikor mi most beszélgetünk erről a péntektől péntekig tartó időszakról, mert hiszen ma szerda van, de hát ezt nem is lehetett volna másként megoldani, hiszen csütörtökön pénteken a Megyei Jogú Városok Országos Szövetségének küldött gyűlésén lesz jelenése. Szóval péntektől péntekig sehogyan nem lett péntektől péntekig, mert hát ugye a múlt héten már csütörtökön elmentem, és most meg szintén csütörtökön már Debrecenben leszek, ahol a Megyei Jogú Városok Szövetségének kétnapos ülésén veszek részt. Hát nyilvánvalóan régi kollégák is, polgármester kollégák is lesznek, meg néhányan újak is. Itt a Megyei Jogú Városok Szövetsége keretében az éppen aktuális kérdéseket beszéljük meg, tárgyaljuk meg. Mindenképpen ez egy olyan érdekérvényesítő fórum, ahol az önkormányzatoknak, a megyei jogú városok önkormányzatának sajátos érdekeit tudjuk elmondani, leginkább a kormányképviselőinek. Hétvégén azonban lesz egy nagyon szép rendezvény, egy versmondó verseny a színházban, azon vajon részt tud már venni vasárnap? Balog József költőtanárra emlékezünk ezzel a rendezvénnyel. Már harmadszor kerül megrendezésre a versmondó verseny. Így karácsony előtt Balog József szeretetteljes verseit idézik fel a gyerekek, illetve hát mondják el őket, és egy rangos zsűri a rangos diák versmondók közül kiválasztja a legjobbat. Mindig szeretettel és örömmel megyek el erre a versenyre, és mindig nagy örömmel szoktam megnyitni, hiszen Balog Józsefnek nagy tisztelője, barátja voltam. Szép élményeket kívánok ehhez a programhoz. Polgármester úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a figyelmet. Nézőinknek én is köszönöm a figyelmet. Találkozunk jövő héten ismét a péntektől péntekigben. Viszontlátásra!